Ránk emberekre nézve egyfajta kiegyenlítő hatással is bírhat az éghajlatváltozás. A magasabb földrajzi szélességeken a melegebb időjárás miatt több időt töltünk a szabadban, ami fontos a D-vitamin miatt. Azonban az összkép nem ilyen pozitív. Az UV-sugárzás nem csak a műanyag és fa anyagokat roncsolja, de a növény- és állatvilágot is károsítja, amelyek jóval kevésbé képesek alkalmazkodni a változásokhoz. Az erős napsugárzás a szemet is károsíthatja. Van a naptejek, és akkor gyönyörűen bekenjük magunkat, és természetes, hogy odafigyelünk, mert megéget bennünket nagyon hamar. Főleg bennünket! A szervezet ez ellen védekezik melanin pigment termelésével, ami a bőr barnulását eredményezi. A melanin UVA és UVB tartományban is elnyeli, és ártalmatlan hővé alakítja a sugárzást. A napvédő faktor csak az UVB sugárzás elnyelését mutatja, mivel az UVA gyakorlatilag nem okoz barnulást. A naptejhez vagyok én is, a kicsi is, úgyhogy mindenképpen ugye kalap rajta van is. Az UVC sugárzás teljesen elnyeli a földi légkör, csak az űrbe kilépő embereknek kell az UVC elleni védelmet biztosítani. Baktériumölő sterilizálásra használják. Sokan nem tudják, hogy nem csak a közvetlen napsugárzás veszélyes. Az ultraibolya sugárzás visszatükröződik a hóról, jégről, homokról, vízről, így ezek jelenlétében könnyen megéghet a bőr. Én nem bírom a napot, úgyhogy én napozni nem szoktam. 50 faktoros ilyen naptejem van. Még ha árnyékban vagyok, akkor is bekenem magam. Úgyhogy, mert már volt, hogy a árnyékban is leégtem. A sugárzás körülbelül 90%-a átjut a felhőkön, így felhős időben és árnyékban is le lehet égni.